Köszöntöm a kedves nézőt! Mai alkalommal Mándi Iván portréját szeretném megrajzolni, és az óra végén egy műértelmező esszé feladatot is szeretnék bemutatni. Mándi Iván 1918-ban született, és az egyik meghatározó tulajdonsága volt, hogy nem szeretett iskolába járni. Egyetlen tanárára emlékezett vissza szívesen, ez Áprili Lajos volt, aki egyébként egy neves költő, magyar irodalom egyik kiválósága. Lehet, hogy jót tesz egy irodalomtanárnak, ha költőként is működik. Mándi Iván meg is beszélt az édesapjával, hogy 16 éves kora körül, hogy neki nincs szüksége érettségi bizonyítványra, igazából anélkül is meg tud élni, de ez szerintem nem írói üzenet a videót esetleg most néző gimnazisták számára. Mándi Gyula, Iván édesapja, Turgenyevről nevezte el a fiát, Turgenyevnek volt a keresztneve Iván, és egy olyan igazi vagabund volt, újságíróként dolgozott, az egész életet egy nagy kalandnak tekintette, és fia mindig meg akart felelni az édesapja hallgatólagos elvárásainak is. 1972-ben jelent meg a Mi az öreg című kötete, amelyik rengeteg önéletrajzi elemet tartalmaz, és ebben az elbeszélő ezekben a történetekben mindig az apa alakja körül történeteket írja meg, neki akar megfelelni. Érdekes életrajzi elem még, hogy édesapja intézte el, hogy Ivánnak nem kellett bevonulnia és a háborús frontra kikerülnie. A Tükör című lap közölte első írásait Mándi Ivánnak, és 1943-ban első regénye is megjelent, aminek a Csőszház volt a címe. Tehát édesapja egy nagyon erős egyéniség volt, akinek a fellépése, a kapcsolatai, azok mind példák voltak Mándi Iván számára az életben való érvényesülés szempontjából. 1948-as kötete a Francia kulcs, amelyben szintén egy kisfiú áll a mű középpontjában, akinek az édesapja újságíró, az élete tele bizonytalanságokkal, az édesanyja pedig egy szolíd háztartásbeli, akinek a alakjához a biztonságos otthon képe kapcsolódik, és ez az átmenetiség és kényelmes, kiszámítható otthonosság világa közötti feszültségben nevelődik a főhős, és valószínűleg Mándi Ivánra is ez volt jellemző. Irodalmi pályája a világháború után vett igazán lendületet. 1945 és 48 között az Új Hold című lapnak volt egyik munkatársa, egyik szerkesztője, és 1948-ban még a Baumgarten díjat is megkapta. 1949-ben a 21. utca című regénye már tartalma azokat a szürrealisztikus elemeket, amelyek később Mándinak a rövid prózáját meg fogják határozni. Ebben a regényben a hős egy gyermek, Péter, aki a fantázia világában él, és a 21. utcáról, egy képzeletbeli utcáról álmodozik, és a dolgok körülötte mind festői hasonlatokban idéződnek meg. Már ekkor jellemző az íróra a lírai tömörítésnek a eszköze, a tárgyaknak az atmoszférikus hatását bontja ki a stílusával, és ez Mándira mindvégig jellemző lesz majd. Az 50-es évek egy törést jelentett a pályáján, mert a politikai elvárások az irodalomban is jelentkeztek, ezek voltak a szociográfikus igény, és az, hogy valaki szocialista, realista módon egy pozitív jövőképet mag elé tűzve alkossa meg alakjait. Ezt Mándi is és mások is parlagiasságnak tekintették, és nem álltak be a sorba. A kritikusok szerint, akik ezután Mándit górcső alá vették, nem
hajlandó a társadalmi valóság ábrázolására, és nincs pozitív jövőképe, tehát Mándi Iván fejlődés képtelen. Ezzel egzisztenciális nehézségek jöttek az életében, kénytelen volt hangjátékok írásával, átírásával, néger munkák vállalásával fenntartani magát. Néger munka azt jelenti, hogy valakinek másnak a neve alatt ír valaki, főleg a rádiónak munkákat, de haknikat is vállalt, vidéki író-olvasó találkozókra járt, amelyek inkább szovjet regények bemutatói voltak, olvasmányajánlók a vidéki hallgatók számára. 1970-ben megjelent Előadók, társszerzők című kötetében gyűjti össze azokat az élményeit, melyek az 50-es évek nagy felolvasásai és országjárásai közben érték. Kiábrándultságát, ami az 50-es évekre jellemző, egy ironikus beszédmóddal közvetíti. Ezek a történetek az Előadók és társszerzőkben egy lepusztult ország, intellektuálisan teljesen abszurd vidékein játszódnak, egy irracionális bizonytalanságban élő emberek között. Így ír erről az időszakról Mándi Iván egyik régi szerelme, aki nem hozzáment végül feleségül, Román Panni. Vidékre és külvárosokba járt előadni a szovjet irodalomról. Persze nem olvasta el a könyveket, átlapozta őket és halandzsázott róluk valamit. Halálosan unta a hallgatóság a szövegét, náluk csak ő maga unta jobban. Ám soha nem lett baja abból, hogy nem olvasta el a könyveket, mert akik ellenőrizték, azok sem készültek fel. Beszélt 50 percig, megkapta az 50 forintját, a közönség tagjai pedig elbóbiskoltak, vagy csak ültek örülve, hogy addig sem kell kapálniuk. A szabad publikációs lehetőségeknek a megszüntével Mándi egyfajta módon a belső tájakra vonul vissza, és ezeket a belső tájakat, ezeknek a kopár tájaknak a világát a Józsefváros jelenti számára. Ő ennek a peremvidéknek, peremlétnek lesz az írója, és főleg kisprózákban fogalmaz, ezekből a kisprózai művekből szerkeszt nagyobb ciklusokat, tehát igazán nagy regényt Mándi nem írt, hanem ezekből a kisprózákból állt össze egy regény terjedelmű korpusz. Ahogy Erdődi Edit egyik monográfusa írja, falak, folyosók, sikátorok, lépcsők nyomasztó labirintusában mozognak a hősök. Mándi hőseit fogva tartják a helyszínek, ahol élnek. Legyenek ezek terek, piaci bódék, utcák, kapualjak, mozik vagy kültelki focipályák. Egy fordítója, egy angol nyelvre őt szívesen fordító ember a következőt írta, ha az utcakövek közül kiszökik néhány fűszál, az nála már tájleírásnak tekinthető. Tehát Mándi Iván igazi urbánus író, ha van egyáltalán ilyen kategória, és azon belül is Józsefvárosnak, és legfeljebb Ferencvárosnak az írója. 1989-ben megjelent Önéletrajz című kötetében is a helyváltoztatások mindig inkább a változatlanságot sugallják, nem szeret utazni, az elszakadás a biztonságot jelentő terektől, utcáktól, házaktól, udvaroktól vagy gangoktól, vagy a régi lakásnak a tárgyaitól szinte lehetetlen az elbeszélő számára. Olyannyira nem szeretett Mándi utazni, hogy mikor egyszer megkérdezték tőle, hogy járt-e Budán, arra azt válaszolta, hogy talán egyszer Budán is járt. Olyan az ő mentalitása, mint amilyet Örkény István egyik egypercesében olvashatunk, a Apró hirdetés, Örök nosztalgia című egypercesben, aminek az a lényege, hogy valaki egy nagyon jó fekvésű, nagyon kellemes lakást a Joliot-Curie téren el akar cserélni, akár ráfizetéssel is, ugyanarra a lakásra. Tehát az elvágyódás és az otthonosságnak az védelme, ez így együtt van Mándiban is. Hát mindig elvágyódik, de mindig ragaszkodik is azokhoz a régi tárgyakhoz és helyekhez, ahol felnőtt.
A Mándi történetekben nagyon fontos az időszerkezetnek a tanulmányozása. Mándi elbeszéléseiben a felidézés, az emlékezés szervezi a történeteket. Ezek a felidézések jelenítik meg a történet helyszíneit, amelyek eltűntek az időben. Egyik kedvencem a Konyhafal című rövid elbeszélés, amelyik egy egyszerű mosdóhoz kapcsolódik, egy egyszerű fali csaphoz kapcsolódik, amelyről kiderül a történet végére, hogy egy a háborúban lebombázott háznak a részlete, maradéka, és e köré szervez egy régen élettől, hemzsegő élettől hangos világot. A multidéző könyvek közé tartozik három fontos kötete, a Régi idők mozia, amelyik 1967-es, Mi az öreg, 1972-ből, vagy a Zsámboki mozia, 1975-ös kötete. A jelen idejű könyvek, amelyek az író jelenében mozognak, például a Mi van Verával című érdekes regénye, valamint az Ördög konyhája és a Séta a ház körül című gyűjteményes kötete. Talán az idő felidézésénél is fontosabb a tárgyak szerepe Mándi mikrokozmoszában. A világba vetett emberi lény, aki a földi lét átmenetiségében szorong, azzal próbálja enyhíteni ezt a szorongását, hogy tárgyakból épít maga köré egy állandóbbnak hitt világot. Ezek a tárgyak gyakran ugyanúgy az emlékezésnek az elindítói is lehetnek, legyenek ezek filmsztárok fotója 20-as, 30-as évekből, legyenek az apa és anya elhagyott, elárvult tárgyai, amelyek az elbeszélő szem elé kerülnek, vagy legyenek akár házaknak, tereknek, utcáknak a részletei, amelyek szintén régi alakokat vagy történeteket idéznek fel. Ezek mind nyomok a múlt felé, a múltba vezetnek vissza. Ajánlom olvasni mindenkinek figyelmében a Nevek a falon, vagy az Üres osztály című novelláit. Ezekben a történetekben minimális a történetnek a szerepe, a tárgyak lesznek a forma szervező elemek, ők lesznek azok a szemtanúk, akik felderítésre váró drámai történetekről tudnának beszélni. Például a Tájak, az Én tájaim című 1981-es kötetében, bocsánat, a másik, a Butorok című fejezetben van egy nagyon érdekes történet, aminek Kertben a címe, ahol egy idős asszony égeti el a régi foteljeit, mert újat rendel, de közben a háttérben feldereng az olvasó számára egyre nyilvánvalóbban, hogy a múltjától is szabadulni akar ezeknek a régi butoroknak az elégetésével. Tehát, mintha a múlt elől menekülne ezzel a gesztussal. A Csonka helyszínek, mint az említett Konyhafal című elbeszéléseiben is, az elvesztett egészről, valami rég letűnt világról adnak jelzéseket, és a tárgyakhoz gyakran személyeket kapcsol az elbeszélő. A megnevezéssel, amikor valakit megnevez, előhívja őt a múltnak a ködéből. Ilyen például a Tájak az Én tájaim című gyűjtemény is, ahol a mosoda, a lift, a trafik, a bútorok, a villamos és a Mosdók és WC-k című kisprózáit gyűjtötte egybe. Mándi Ivánt 1995-ben, élete utolsó éve volt 1995, október 6-án hunyt el, megkérdezte a Nappali Ház című újság egy körkérdésben, hogy miért ír ön. Erre válaszolta Mándi Iván a következőt. Értük. A lerongyolódott házakért, a megvakult ablakokért, az udvarokért, a gangokért, a porolórúdért, az ecetfáért, a sötét kapuaiért, ahova az Isten behúzódott. Ezek a sorok tökéletesen összefoglalják azt a világot, azt a mikrokozmoszt, amiben Mándi Iván mozgott. Érdekes kitérőként hadd említsem meg egy nagyszerű regény tetralógiáját, ez a Csutak regénye, mely 1957 és 68 között jelentek meg négy kötetben, amelyekben a gyerekhősök cselekvő viszonyban vannak a világgal,
állandó megmérettetésekben vesznek részt, legyen az egy szánkóverseny, legyen az egy színi előadásra való felkészülés, és közben csapatok között folyik a küzdelem, az egyik csapat Színes Géza és barátai, a másik csapat pedig Nagyvilági Főcső és haverjai. Olyan ez a csutak világ, mint a Pál utcai fiúknak egy 50-es évekbeli változata. Színes Géza akár lehetne Boka Jánosnak a utóda, Nagyvilági Főcső pedig Ács Ferinek, a Vörösingesek vezetőjének lehet a kései képviselője. Csutak pedig, aki a történet középpontjában áll, ő az örök vesztes, az új nemecsek, aki hiába próbál mindig valamiben fontos szerepet játszani, mindig a margóra, a pálya szélére kerül. Például egyszer a barátaival hiába mentenek meg egy szürke lovat a Vágóhídtól. A akcióból készült filmben nem ők fogják játszani a szerepeket, maximum a ló kerül rá a plakátra, mint a Nagy Varázslatnak a filmnek az egyik főszereplője. Erdődi Edit ezzel kapcsolatban írja: az élet még ebben a gyermekire stilizált, naív és idealisztikus világban is kegyetlen törvényszerűségek szerint zajlik, külön pályán a valóság, külön pályán a siker álomvilága. A brutalitás is hétköznapi jelenség ezeken a külvárosi vagy józsefvárosi tereken, seftesek, orgazdák, gyilkosok lődörögnek Mándi világában, szürke csalódásokra született kisemberek között. Ilyen például az Idegen Szobák című 1957-es gyűjteménye, ami azért tudott megjelenni, mert a berendezkedő új hatalom, a Kádár rendszer még nem tudott mindenre kiterjedő kontrollt kiépíteni, így egyes könyvkiadóknak kicsúsztak még néhány fontos kötetei, így ez az Elbeszélés kötet, az Idegen Szobák, amiben például mindenkinek figyelmébe ajánlom az Egy Érintő című elbeszélést, amely egyik elemzője szerint egy urbánus barbárok, ugye Móricz Zsigmondnak egy híres elbeszélése. Ebben az Egy Érintőben az opra fiúk követnek el teljesen szemtelenül és hétköznapi módon egy gyilkosságot, és erről szól az Egy Érintő című történet. A lét Mándi történeteiben banális. A hétköznapok felmorzsolják az embereket, és ez ellen védekeznek a csodák keresésével, és Mándinál két világban jelenik meg a csoda, az egyik a foci, a másik pedig a mozi, a film. A foci Mándi világában legpregnánsabban a Pálya szélén című regényében jelent meg 1963-ban, amiből Sándor Pál filmet is rendezett, Régi idők focia címen 1973-ban. Ezek a futballmeccsek és ezek a csapatok, akik Mándinál játszanak, létküzdelmet folytatnak kicsiben. A játék a vaskorban, tehát a Rákosi korszakban az egyén szuverenitásának és a belső szabadságnak az őrzőjeként jelenik meg. A focistáknak a neve az márka nevek, mindenki, így Mándi Iván is fejből fújja a felállásokat, a csapatoknak a felállásait. Gondoljon mindenki, hogy az 50-es évek aranycsapatának a pályára lépő játékosait milyen sokan fel tudták sorolni még a korábbi generációk tagjai közül. Mándi különösen a 20-as éveknek és a 30-as éveknek a sztárjaival foglalkozott szívesen. A pálya szélén főhőse Csempe Pempe, aki a filmben Minari Kede alakjában jelenik meg. Minari Kede pedig Garas Dezsőnek a brilliáns játékában kell életre a filmen. Csempe Pempe egy eposzi hős karakter, vagy kis eposzi hős karakter. Heinrich Böll, egy Nobel-díjas német író, mikor elolvasta ezt a regényt német fordításban, azt írta, hogy Csempe Pempe egy olyan figura, hogy korábban ebből az anyagból szenteket gyúrtak, ma már ezek csak a pályák szélén lődörögnek. Csempe Pempe küzdelme egy jó csapatért folyik, harcol a gonosszal, itt a gonoszt a Császár és Tokics nevű játékos ügynök ellenfelek jelenti, és Csempe Pempe vereséget szenved, nem éri el azt a célt, hogy megszerezze a legjobb kapust a csapata számára,
De veresége ellenére az erkölcsi győzelem mégis az övé, mert neki elvei vannak, és a legfontosabb elve csak egy csapat van. Csak egy csapatban lehet játszani, nem lehet átigazolgatni jobbra-balra, azt szerint, ahogy az ember érdekei ezt látszólag kívánják. Mándi szerette a focit, a 20-as, 30-as évek futballját különösen. Kedvence a budai 33 FC volt, az óbudai futballcsapat, amit Hari 3-ként is becéztek. Azért hívták budai 33 FC-nek, mert 33-an alapították a klubot. Ennek a kapusa volt a legendás Zsák Károly, aki két olimpiára is kijutott a magyar válogatottal, és bár ilyen magasan jegyezték, mégis végig ragaszkodott a budai 33 FC csapathoz, mert hát csapat csak egy van. A másik nagy élményem Mándinak a mozi világa. Írásaiban, mondataiban is megjelenik a filmszerűség, a jelenetek egymás mellé kerülése olyan, mint amikor a vágó megvágja a filmes nyersanyagot, és a jeleneteket egymás mellé szerkeszti. Erdődi Edit írja, hogy a gyermeki fantázia az epikai világteremtés eszköze. És a gyermeki fantázia a mozifilmek nézése közben tud leginkább megelevenedni Mándi szerint. Például a Szürke sapka című elbeszélésében, amelyik egy érettségi műértelmező feladat volt 2012 őszén, egy fiú egy híres hollywoodi rendező sapkáját a kezében tartva beszélget a barátjával, mesél annak a hollywoodi film vonzó világáról, a filmcsinálás csodáiról, hiszen, mint mondja, egy erekje van a birtokában, James Cruise-nak, a híres hollywoodi rendezőnek a sapkája, de az olvasó előtt világossá válik a történet végére, hogy ez nem egy híres hollywoodi rendező sapkája, csak egy megviselt, egyszerű, sildes sapka. Mégis a történet végére, a fiú meséjének végére a kezéből rejtélyesen tűnik el szürreális módon ez a sapka, mintha mégis lenne ezeknek a legendáknak valamilyen valóság alapja. A nagy varázslatnak, a filmnek az ereje az a mozivásznon elevenedik meg, mintha az lenne az igazi létezésnek a helye a mozivászon. Mándi írja a Mozi című írásában, mi mindent eltűrt ez a vászon. A sivár hétköznapokat a csillogó filmes világ teszi elviselhetővé sok ember számára, a sztárok sokak számára hősök, akik részük az életüknek, szinte családtagjuként szeretik őket, és még a gicsbe hajló sztorikat, közhelyeket, banalitásokat is hitelesítik a közös nézői élmények és várakozások. Azt hiszem máig így van ez azokkal, akik sorozatokat néznek, ők is valahogy igyekeznek bevonódni egy ilyen képzeletbeli vágyott világnak a szereplői közé. Szeretnék végezetül bemutatni egy Mándi novellát, amelyik műértelmező szövegalkotásként 2019 májusában jelent meg Nyaralás címen. A dián látjátok az első oldalát ennek a feladatnak, és annyit szeretnék csak megmutatni, hogy hogyan érdemes egy esszé feladattal elkezdeni foglalkozni. A feladatban három összehasonlítási szempontot ad meg a esszé kérdés, és ezt a három fontos összehasonlítási szempontot kell kifejteni. Az első, hogy rákérdez az anya-fiú kapcsolat jellemző vonásaira. Tehát aki elolvassa ezt az elbeszélést, figyeljen arra, hogy milyen kapcsolat van anya és fia között. A második szempont, amit meg kell írni, hogy a feltárt kapcsolati jellemzőket milyen elbeszélésmód fejezi ki, tehát hogyan beszéli el Mándi ezt az anya-fiú kapcsolatot. A harmadik pedig, hogy a társadalmi légkör hogyan hat erre a családi kapcsolatra, anya és fiú kapcsolatára. Néhány segítő megjegyzés ahhoz, hogy valaki ezt 400 és 800 szó közötti terjedelemben meg tudja írni. Ajánlom próbaként mindenki írja meg ezt az elbeszélés elemzését.
Az anya-fiú kapcsolat jellemzői közül érdemes figyelni, hogy a beszélgetésben milyen térbeli elhelyezkedésben van a két személy. A távolságot fejezi ki természetesen kettejük között ez a térbeli elhelyezkedés. Érdemes figyelni az anya mozdulatait és mimikáját, arcjátékát is, és a fiú gesztusait, amelyekkel anyját távolságtartó módon oktatja, próbálja felkészíteni egy nyaraláson való viselkedésnek a szabályaira. Az anya gesztusai ugyanis, az ő megszólalásai az új társadalmi viszonyok között, tehát a kommunista viszonyok között veszélyesek és kellemetlenek. Az anya mentegetőzik is emiatt a fiának a történetben, de nem tudja a személyiségében rejlő korábbi allűröket levetkőzni, előítéletei megmaradnak, és ezért az ő alakja nem idealizált, hanem egy esendő idős asszonynak az alakja. A fiú is tökéletlen, hiszen kínosan próbál alkalmazkodni az új időknek az elvárásaihoz, és ez a túlzásba vitt alkalmazkodás nagyon kínosan érinti őt magát is. És az ő megalázkodása és az anyának az engedelmességre való törekvése mindkettőjük alakját kicsit groteszké fogja tenni. A közös múlt, tehát az, hogy az édesanyja egy magasan kvalifikált polgári házasságban élt, a férje bíró volt a Horthy korszakban, ezt a múltat utasítja el a fiú, és ezzel magányba zárja az édesanyját, és ennek a magánynak a felidézése az elbeszélés utolsó mondatában az elbeszélő nézőpontjaként jelenik meg. Egyébként az elbeszélő, és ez már a B pont, hogy milyen elbeszélés mód jellemzi ezt a történetet, az elbeszélő nem értékeli az anyának és a fiúnak a kapcsolatát. A narráció nagyrészt külső nézőpontból történik, nem közli az olvasóval, még a szereplőknek a gondolatait sem, és nem ölti fel a nézőpontjukat sem. A párbeszéden kívül csak néhány mozdulat és gesztus árulkodik az anya és a fiú belső érzéseiről. Kivétel egyetlen egy helyen van, az említett vége a történetnek, amikor a záróképben az elbeszélő jelzi, hogy az anya magánya megkerülhetetlen, és az anya magánya végleges ebben az új világban. Végül a C, tehát a családi kapcsolatokra hogyan hat a társadalmi légkör. Az anya múltja, ez a polgári jólét felidézése, ez tabu téma. Az anya viszont nem tud eligazodni az új társadalmi viszonyok között, tehát a Rákosi korszaknak a viszonyai között. Hálás azért, hogy a fia próbálja őt kontrollálni a családi múlt rejtegetésével a nyilvánosság előtt, de a novella elbeszélője azt is érzékelteti ebben a kis történetben, hogy a családi pozíciók, a családi kapcsolatok és a régi életforma nem lehet folytonos az új társadalmi viszonyok között, és ez a leghétköznapi élethelyzetektől a legfontosabb élethelyzetekig érvényes, tehát a közlekedéstől kezdve a nyaraláson, a különböző kommunikációs helyzetek betartásáig érvényes, a közös étkezéseken, a szakszervezeti üdülőben konfliktus helyzeteket idézhet elő, ha az édesanyja a régi életéből vett allűrökkel és előítéletekkel nyilvánul meg. Tehát minden nyilvános megnyilatkozás ebben a világban éberséget, önkontrollt és öncenzúrát igényel. Ezzel azt is kifejezi Mándi, hogy bár apolitikus író volt, de tisztában volt azzal, hogy a politikai légkör hogyan mérgezi és mérgezte korábban is az emberek életét, kapcsolatait, személyiségét. 1995. október 6-án hunyt el Mándi Iván. Az Aulich utcában laktak, nem messze a Batthyány örökmécsestől, és még halála előtti utolsó napon barátaival együtt ebédeltek, és ott sétáltak a Aulich utca és környékén beszélgettek, és kicsit olyan szimbolikus, hogy másnap, október 6-án, ami egyébként az aradi vértanúknak is az emlékünnepe, hunyt el. Egyik kedves író társa, akit nagyon szeretett és támogatott, Tóth Krisztina, írt egy verset Mándi Iván halála
után emlékezőül az íróra, ez volt a címe a versnek, Séta, ezt szeretném befejezésül felolvasni. Az, aki nincs, csak a térre ment ki, csak a szemetet vitte le. Rövidke sétát ír levélhelye, hogy ernyőt is vitt, nem jön estese, hogy nem jön vissza, mert ő most az este, ő az eső, a fényes járda őre, előrehajtva alszik egy ülés, mintha valaki a kormányra dőlne. Köszönöm szépen a figyelmet!